Ma a brémai muzsikusokról szeretnék nektek mesélni. Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény ország a malomban zsákokat. Fogyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni. Minek abrakoljak tovább egy ilyen semmire való állatot, gondolta, aki a gazdája, és elhatározta, hogy lebunkózza. A szamár azonban megneszelhetett valamit, mert egy óvatlan pillanatban megszökött, és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, ott majd beáll városi muzsikusnak. Amint ment, mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát, aki ott hevert az úton, a porba, lihegett, mintha halálra loholta volna magát. Mi a baj, fog meg? Itt lihegsz úgy? Hagyd el, nyögte búsan a kutya. Öreg vagyok, napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám meg akart verni, az érhámat ugyan megmentettem. De milyen, mihez kezdjek? Ugyan miből éljek? Tudod mit? Mondta a szamár. Én Brémába tartok, ott beállok zenekarba, én majd lantot pengetek, te pedig dobolsz hozzá. A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesbe mentek tovább. Egyszer csak az útszélen egy gírhes, bús macskát láttak. Mit keseregsz, bajszos? Kinek van jó kedve, mikor nyakán a kötél? A gazdasszonyom nem etett tovább. Nagy nehezen eliszkoltam. Ha nem, aztán most légy okos pajtás, mihez kezdjek, miből éljek? Gyere velünk Brémába. Te úgyis jól értesz az éjjeli zenéhez. Hasznodat vehetjük a zenekarba. A macskának tetszett a tanács, velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült orka szakadtából kiabált. Hát téged mi lett? Kérdezte azt a már. Miért rikoltasz olyan irgalmatlanul? Júj! Hiába jósoltam jó időt. A gazdasszonyom vendégeket hívott. Ráparancsolt a szakácsnőre főző leves belőlem. Hát, most amíg tehetek, kiabálok. Inkább gyere velünk Brémába. A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lehetsz. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. A lesz ám a hangverseny, amit majd mi adunk. A kakasnak nem is kellett többször mondani a dolgot. Most már négyesbe igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma messze volt még. A nap lemenőbe, estére csak egy erdő széléig jutottak. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett a fa alá. A kakas meg a macska föltelepedett a fára. A macska meghúzta magát egy ág könyökén, a kakas pedig a fa tetejére röppent. Tarajos koma szokása szerint körül kémlelt. Ahogy így szemlélgette a tájat, nem messze tőlük világosságot láttott. Leszólt a társainak. Amarra valami kis fény csillog, ott háznak kell lenni. Akkor szedjük a sátorfánkat, mondta a szamár. Ahol ház van, ott enni is adnak. Nekem pedig már el kellene egy-két húsos csont. Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán, tette hozzá a macska. Felkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosságot látták. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág. Aztán nőtt, és egyszer csak ott álltok egy kivilágított begyártanya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb. Oda ment az ablakhoz, benézett. Mit látsz, szürke? Kérdezte a kakas. Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, odabent falatoznak a begyárok. Terített asztal, sóhajtott a kakas, ez kellene már nekünk. Kissé félrevonultak, és tanakodni kezdtek. Hogy
hogyan ugraszthatnák ki a házból a betyárukat, hogy tudnának helyükbe ülni. Addig tanácskoztak, míg kiforralták a haditervet. A szamár feltette két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya nyakába, a kakas pedig felröppent a macska fejebúbjára. Mikor így mindenki a helyén volt, a szamár jelt adott, és egyszerűen rákezdtek a muzsikára. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt azzal, zsupsz! Beugrottak a szobába. A betyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon, rettenetes ordítást, rivalgás, vonítást hallottak, hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak fel, azt hitték, a ház szakadt rájuk, vagy kísértet rontott közibük. Ilyetükbe felordítottak, és hanyatt-homlok kimenetültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az asztalhoz, és neki láttak enni. Úgy tömték magukba az ételt, mintha már egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a lakomát, fekvőhelyet kerestek maguknak, és kioltották a világot, elpihentek, kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, a szemétdomb mellé, oda heveredett. A kutya küszöbre hasalt, a macska a langyos hamuba kuporodott, a kakas pedig felült a kakasülőre. Fáradtak voltak már a nagy úttól, hamarosan elaludtak. Valamikor éjfél táján kimerészkedtek a sűrűből a betyárok. Kémlelni kezdték a házat. Látták, hogy csendes, a lámpa sem ég már. Azért mégsem kellett volna engedjük, hogy így kiebrudaljanak bennünket, mondta a banda vezér, s elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki a házat. A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy darabig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom és békesség volt oda bent. Erre bemerészkedett a konyhába, s mert nem észlelt semmi zajt, világosságot akart gyújtani. A macska szeme villogott a sötétbe, gyújtóst vett elő a betyár, azt hitte parázs, oda nyomott egy szálgyújtóst, a tüzet fogjon, de a macska nem vette tréfára. Nagyot fújt rá, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza marcingolta. A rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a házból, a küszöbön azonban ott feküdt a kutya. Fölmordult, beleharapott a hivatlan vendég lábába. Nagy üggyel, bajjal végül kivergődött, a házból elloholt a szemétdom mellé. Ott pedig a szamár ugott bele a hátsó lábával. Na, erre alármára a kakas is fölébredt. Lekiabált a kakas ülőről. Kukurikó! A betyár szedte a lábát, lélekszakadva rohant vissza a sűrűbe, lihegve, halálra váltan jelentette a banda vezérnek. A házban egy borzalmas boszorkány ül, rám fújt, összekarmolta az arcomat, az ajtónál egy ember áll, kés van nála, azzal a lábamba szúrt. Az udvaron egy fekete szörnyetek hever, azt kiáltotta a gazem vagy a vitéz. Hol az a gazember? Örülök, hogy ott nem hagytam a fogamat. Hát ettől fogva a betyárok a háznak még a tájékára sem merészkedtek, még a környékről is elköltöztek. A mi brémai muzsikusaink pedig véglegesen birtokukba vették a házat, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem haltak.